Mivel nagyon, de nagyon sokan lájkoltátok az előző részeket, és mivel körülbelül 200 ezeren nézitek ezeket a videókat, amit természetesen nagyon, de nagyon köszönök nektek, ezért ismét itt vagyok, és elhoztam nektek a szellemes videók nézése éjfélkor 9. részét. El sem hiszem, hogy ez már a 9. rész, hiszen nincsen olyan videósorozatom, amelyet 9 részen keresztül csináltam volna. Mielőtt tovább nézni, jelez vissza nekem egy lájkkal a szereteted, és azt, ha szeretnél még nagyon, de nagyon sok szellemes videók nézése éjfélkor videót. Elsősorban a papnak a telefonszám az itt bekézítve nekem oldalt, hogyha bármi gond lenne az itt hátam mögött lévő szellemekkel, és sokat hancúrkodnának, akkor csak egy gombnyomás, jön a papbácsi, és azonnal elintézi őket. Én azért nem tudom, mert még mindig nincs meg az ördögűző licencem, ami már 2 éve elbírálásra vár a Vatikánban. És most jön a Design Center rész, amit ti nagyon szerettek, én be kell, hogy vajon nem nagyon. Na szóval, hogyha lennének újak a csatornán, azoknak bemutatom, hogy mivel is vágok neki ennek a videónak. Elsősorban Jézus Krisztus első személyben, Jézus Krisztus második személyben, Jézus Krisztus harmadik személyben, és egy kicsit porosabb Jézus Krisztus negyedik személyben. Szűz Mária első személyben, a Dorottyától kapott angyalkánk energiával teli, és van itt még egy angyalka, ez állítólag világít, de most sajnos ez is cserben hagyott. Van itt velem szemben a képernyőm mellett egy postmortem fotó is, vagyis képek halottakról. Van itt egy rózsafűzér is, ami nagyon kötődik az én szívemhez, ezt akkor kaptam, amikor épp nem szeretném elmondani, de nagyon kötődik az én szívemhez. És itt van a dédimtől örökölt imakönyv. Meg van itt pár biblia, amivel súlyzózni lehetne. És nem utolsó sorban itt van velünk lakótársam, és egyben a legjobb barátom, Klemi. Jaj, bennem is a fejecskédet. Többen kérdeztétek, hogy honnan lehet beszerezni a szentelt vizet. Na hát, aki katolikus, az tudja, hogy vízkereszkor lehet a templomból korlátlan mennyiséget hozni. Ilyenkor mi egy nagy hordóval elmegyünk, és akkor lecsapoljuk az egészet. Azért természetesen, mert én szentelt vízen élek. Mint ahogyan eddig minden videóban elmondtam, nem gúnyolni szeretném ezeket a tárgyakat, csupán én így nyugszom meg. Nekem ők a testőreim. Ez a sorozat abban különbözik a többi után gyártott verziótól, hogy én tényleg éjfélkor nézem meg ezeket a videókat, bizonyítékként pedig felkerestem a pontosidő.com-ot, ami mutatja, hogy 0 óra 03 perc van. Ugye én pár napja elkértem a tisztelendő úrtól a telefonszámot, kérdezte, hogy miért kell ez nekem, és én elmondtam neki, hogyha bármi probléma van, akkor legyen ugrásra készen. Azt mondta, hogy biztonság kedvére ad nekem egy kis üvegcsét, amiben van valami furcsa, nem szentelt víz, ez egy házi recept, nem szentelt víz, és azt mondta, hogy mielőtt elkezdem a videót, azelőtt ezt csináljam. Nem tudom, hogy jó ötlet volt, de hát ő ezt kérte tőlem, sőt azt mondta, hogy ha lehet, akkor próbáljak meg nagyon sok szentelt vizet inni, mert az biztos, hogy segíteni fog. Már úgy iszom, mint a meg kis kólát. Na hát én nem is szeretném tovább húzni az időt, vágjunk bele. Na hát el is mondanám így az elején még, hogy mivel a Canon gépek ugye csak fél órát érkeznek rögzíteni, és a videó több mint fél órás, ezért lehet, hogy valahol majd meg fogom állítani. Most nem tudom, lemaradtam róla, de úgy láttam, hogy valami babáról van szó. Klemi, itt van velem, Klemi, ezt együtt nézzük, gyere! Na, szóval valami babáról van szó, úgy láttam, ami megmozdul, és a készít... Ajánlom nektek, hogy fülhallgató. Na Klemi, mit szólsz ehhez? Te ugye nem fogsz így mozogni? Na menj innen! Jaj, ne haragudj! Ez az első nap, és tízszeres gyorsításban láthatjuk ugye a videót, szóval azt jelenti, hogy nagyon lassan mozog a baba. És nagyon ijesztő.
Most velem szemben néz. Ó. Oh. Ez nagyon mozog ez a baba. Clemmy! Te mit szólsz ehhez? Az már a második nap, ez is tiszteles gyorsítás. De halljátok ezt a fura hangot alatta? Van egy furcsa hang. Egy ilyen dürmögés, mintha egy kiskutya dürmögne. Nem is kiskutya, egy inkább egy nagy kutya. Hú, ez rezeg. Remeged, de miért mindig a kamera felé fordul? Mint hogyha velem nézne szembe. Vissza. Listen, hallgasd a hangot, amit lelassított. Most... Ezt a hangot hallottam én közben. Ezt a hangot hallottam én is. Fura. Na jó van. Hol itt a Biblia? Ez a 30. Zsoltár. Hol? Van ott valaki? Állt föl most kertészni. Hát nem is az. Ez milyen Biblia? Németh László Irgalom. Hát ez nem is Biblia. Not beeping anymore. Na ez egy, úgy látom, hogy szerintem ez egy debug doboz, és azt mondta a csávó, hogy sehol nem pittyeg. Az egy K2. Minden itt van a kezemben. Az egy K2, csak kicsit... What the fuck? Most egy kicsit káromkodást hallhattunk, valami történt. Fülhallgatóval hallgassátok. The air conditioning is off right now. That plaque has been there for a few months. Mi ez a hang? Guys, there is nobody in this room. Azt mondta, hogy senki nincs a szobában. Right now. I mean, look. Most jelenleg... Here's my hands. There it is again. A kezét is mutatja, hogy... Valami mozog. A YouTube díj. A YouTube díj mozog. Jól látom, hogy a YouTube díj mozog. Ez valami történni fog, gyerekek, ne szarjatok be. De ez egy debug doboz. Ezt biztos leveszem, hogy ez egy debug doboz. De vajon mi lehetett a debug dobozban, amit kinyitott? Yeah, fuck that, I'm out of here. Nem szabad kinyitni a debug dobozt. Megpróbálom nektek majd fordítani. All right, successfully in the car. Na már, I am heading to my brother Chuck's house for the rest of the night. Azt mondja, hogy a kocsiba van, és hogy ő nem marad a házban, ezért elmegy a testvéréhez aludni. Amiután kinyitottam a csomagot, elhagytam a házat, és a testvéremnél, ilyen, amit most mondtam nektek, és másnap mentem haza. Ez a YouTube díj, amit tegnap ledobott a Démon, ő úgy nevező Démon. Opening up this box that I got. Amit tegnap 3 órakor bontott ki. De mikor hazajött, nem működik a tévé. Tehát tegnap este még működött. Megpróbálom nektek tényleg úgy fordítani, mert nem vagyok nagy angol. Jó az angolban, de azt mondja, hogy tegnap úgy hagyta a villanyt a stúdióban, de ma nem hagyta úgy, és ez a második alkalom, hogy jön haza, és a stúdiójában ég a lámpa, az a piros lámpa. Ilyen még nem történt soha korábban. Úgy néz ki, mintha valaki lenne a szobában. Láttátok? Ilyen árnyékok mozogtak, és ő is azt mondta a végén, nem eszméltem, csak a végén, ahogy mondta. Mi volt az az árnyék, ami mozgott az ablakban, és azt írta oda, hogy Zoe nem lehetett, mert bezárta az ajtót, hogy össze ne törje a dolgait. Azt írta oda. Ki az a Zoe? It's pitch black in my room.
Zoe dolgokat lát. Ja, az Zoe a kutyája, bocsánat. Zoe soha nem morgott. Soha. A hideg ráz. Szóval a kutyája soha nem morgott ezelőtt. A másnap reggel észrevette, hogy az Zoe-nak fel van dagadva a szeme, nem tudom, és akkor elvitte azonnal állatorvoshoz, és az állatorvos azt mondta, hogy ez még csípés. És itt van a Zoe, a kutya, ugye, akinek fel van dagadva a mindkét szeme, de az itt az áll, és a szája is fel van dagadva, mint hogyha valami allergiás roham lenne. Roham. És akkor nem hiszi el a csávó, hogy a mémek csípte, akkor miközben aludt hajnalban. Adott rá neki valami gyógyszert, és utána már rendbe jött. Csak azt nem tudja megérteni, hogy hogyan csípte meg, ami hajnalban, miközben aludt. A tiszta jel. Ötödik nap. This is the second time today that I've heard noise up in the bedroom. Na, hangokat hall a hálószobájából. I'm definitely here by myself. Bocsánat, tényleg a fordításomért, de valahogy nem vagyok jó az angolban. Sőt, nagyon nem vagyok jó az angolban. I heard the closet door open and close while I was downstairs earlier. Na, hogy az ajtó kibenyitódott. Kinyitódott és utána újra bezárult. Ilyen történt, és ezért... És ezért jött ide kamerával, hogy levideózza, hogy történik-e valami. Látjátok, hogy senki nincs itt. Az ajtó. Az ajtó, gyerekek! Na jó, hol itt az imakönyvem? Szent Jó, na, valami normálisat. Nincs itt ilyen, hogy ima a halottakér vagy valami? Feltámadás magasztaló ének, az jó lesz. Az angyalok gyülekezete elámult, látván, hogy te üdvözítőnk a holtak közé számítatol, és hogy a halál erejét megtörted, és Ádámok is magaddal fölemelted, és a pokolból megszabadítottál mindenkit. Miért vegyítitek bánatos könnyekkel a drága kenetet, ó tanítványok? Nyugtatok mindenkit, nem, ne aggódjatok, amíg az imát mondom, addig nincsen probléma. Na, felmeneti ének, ifjúságomtól kezdve, ezt énekelni kéne, nem? Akkor azért ének, ez nem ima, oda kéne figyelni, hogy mit beszél a csávó, mert nem figyeltem. Na, izgulok is, nem tudom, hogy ilyenkor mi lenne a helyes döntés. Na nézzük, nincs itt valaki az ajtó hátta mögött, mert nekem... Nincs senki. Itt sincs senki. Egyedül van a hálószobában. De az ajtó mégis bezárult. Tervezőknek a kopogás onnan jött, mielőtt bezáródott az ajtó. Kopogást hallott. Olyan gyorsan írta ki, hogy el se érkeztem normálisan olvasni. Hú, akkor ennek itt vége, harmadik. Na igen, lássuk, nézzük, aztán a jobb oldali csávot kéne. Átment valami az egyikből a másikba, és hirtelen a mozdulatok is megváltoztak. Figyeld a mozdulatát a csávónak, ahogy kijön belőle valami ilyen érzése lett, és a másikba, amikor belemegy, ugyanolyan ilyen érzése lesz, figyeld. Láttad? Negyedik. Ennyi. Oké, ez nem volt para. Ez nem volt para. Jó, megúsztuk.
Bismillahirrahmanirrahim. Szerintem elhagyatott ház lesz. Igen, elhagyatott ház. Kíváncsi vagyok, mi lesz. Ez nem angol, ezt nem tudom fordítani. Ez arab lesz. És közben imádkozik. Mi volt az? Mi a szar? Az mi volt? Nehogy oda menj! Nehogy oda menj megnézni! Ne legyél ilyen butus! Maradj csak úgy! Nekem is van ilyen villa... Megint ott van valami, gyere! Szihetetlen, láttad? De ő nem veszi észre! Most imádkozik egyébként, és azt mondta... Most kérdeztetnétek, hogy ezt honnan tudom, de most imádkozik, és azt mondja, hogy... Isten a magasságos, valami hasonló duma, mert volt régebben egy muszlim szobatársam, és ezeket tudom. Nézzétek azt az ajtót, valahogy úgy érzem, hogy lesz még ott abban az ajtóban valami. Lehet, hogy hülyeséget mondtam most. Már kétszer volt ott valami. De kár, hogy nem tudom, hogy mit... Mi az? Bismillah! Bismillah! Bismillahirrahmanirrahim! Ribavőrös vagyok, ribavőrös lettem. De nem menj már oda, miért nézed meg? Be fog ugrani valami. Bismillahirrahmanirrahim. 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 A'udzu bi kalimatillahi at-tammat min sharri ma khalaq. Jó, nem ugrott be semmi. Lesz itt még valami? Kameraváltás. Te'aqaf ana al-makan بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نمن بام صارج ما إنن كي بسم الله الرحمن الرحيم az imádkozás az úgy látom az megy. Hú. Ötödik gyerekek. Már lement, lement, nem tudom, hogy talán 90 vagy 8. Nem emlékszem pontosan. Jó, most a csáv ugyanazt mondja, hogy két, ott van a két hálósz. Mi volt ez a női nevetés? Nem tudom már visszahúzni, mert az nektek nem lenne jó, de... Hogyha tudjátok, húzzátok vissza és hallgassátok már meg ezt a női nevetést, azt most én hallottam. Vagy ti is hallottátok a női nevetést. Ilyen. Let's check out the other. Hát engem ez a női nevetés. De nem én hallottam ezt a női nevetést, gyerekek, mert ha ti is hallottátok, akkor nyugodjatok meg, mert akkor mindenki hallotta. Vagy kifekszik az ágyban. Okay, it's cool. Check it out. This is beautiful. Look at the tile work there. Valaki feküdt az ágyban. They're pretty big bedrooms. Mit nem nézi meg? Got the closets, you know. De valaki ott feküdne az ágyban. Okay, there's a hall closet. De még ilyen női nevetést hallottam az előbb. És ezt kikészít. Okay. So we can... Wow. Oh, this is cool. They set up the bed. Ez most az ajtó nyikorgása volt, vagy hallottam néha megint valami. This room's really nice. That window there looks out onto the mountain and stuff. And then miért azt mondod, hogy nagyon jól néz ki ez a hálószoba? There's the what the hell the focus? It's this walking closet stuff. Azt a rohadt teget, mi a szar?
cake. Gyerekek, én hallok itt valamit a háttérben. Ilyen ajtócsapkodást. And some of them just want to cuss me out. I guess they don't have anybody to cuss out, so they want to cuss me out, but I just heard some. Nem értettem, miről beszélt, mert teljesen nem vágott a témához. És azt mondja, hogy valaki van fent a hálószobában. Ne. Felmegy, megnézi. Hello? Na, gyerekek. Jó van. Jó van. Húzom a rózsafűzért. Női hang. Hallottam egyébként valami ilyesmit. Húzom a rózsafűzért. És akkor... Somebody up here? Mi ez a hang? Did you say something? Mondj valamit. Azt mondta, hogy mondj valamit. Csak sötétséget látom. Azt mondta, hogy csinálj valami hangot. Vagy adj ki valami hangot. Hello? Ezt nem kell fordítanom. Ez a fény. Érintés hang. Kopogás. The hell is that noise? Azt a rohadt teget, most ez ugyanaz? Mi a szar? Hú, gyerekek. Én itt most... 200 itt a szívverés, 200. Hú. Hát itt már nem segíthet más. Na ezért élek a szentelt vizen. Megittem már majdnem egy litert. Csak most kezdődött a videó. Ez az arca. Hát én nem látok benne arcot, de nem is akarok. Szilában. Most el akartam kezdeni arabul imádkozni. De ez annyira látszik, hogy ez egy árnyék. Nem, megint. Megint itt vagyunk. Aj, ne. Azt hittem, hogy ennek a videónak vége. Ennyi elég ebből a videóból szerintem. Ennyi bőven elég volt. Hú, király. Ez nem tudom, miért kellett a végére. Hú, 7. Most járunk a felénél. Na, ez a felvétel, ekkor még ekkor készült. Na, nem kell mondanom, délután 1 óra 45-kor. Oké, szem. Middle of the day. A nap közepe van. Person in the house and just heard some footsteps. Itthon vagyok, de lépteket hallok a lépcsőkön. There is nobody in. De nincs itthon. It's been doing it for about 10 minutes. Senki, és 10 perc is ezt hallottam. There it is again. Okay. És most megint azt hallja. Halljátok? Hú, mi a fasz? Bocsánat, ez kijött. Fülessel eléggé fura ezt hallani. Hú, azért az ilyettség az ajtam van. Ez mi a szar? Ezek valaki felfutott a lépcsőn és bevágta az ajtót. Most lenne az a pillanat, hogy lefényképezném a házat kívülről, belülről, és menne fel a jófogásra. Eladó. Így. Ház eladó sürgősen. Vigyétek!
Ez mi ez a putrid bent? Hát, sok WC papír egy életre elég. Jó, de most nem azt kell néznem. Nem, mert mondjuk nem lesz már semmi. Ó, de azt hittem a kabátra, hogy valami állott. Vagy áll ott. Azt hittem. Na, hogyha történik majd valami, akkor felveszem és feltöltöm azon nyomban. Jó, ennyi. Ez durva volt, amúgy megijedtem. Megijedtem hirtelen, így fülesse nagyon hangos. Első nap, az érkezés. Na, itt lehet, hogy szerintem fordítanom kell lesz. Bocsánat, annyi szentelt vizet iszok, hogy már büfögnem kell tőle. Meglátogatnak egy házat, ami az erdő közepén van. Ez mi? Gyerekek, ég az... Amiközben valami... Hogy mérföldeken keresztül nem láttak senkit és semmit az utakon, és ekkor döbbentek rá, amikor látták ezeket a fákat égni, hogy ők valójában egyedül vannak. Itt. És hogy senki nem jár erre. Most kanyarodnak le az útról. That bedroom right there on the right, if that's the master bedroom. Ott van a mesternek a hálója. He stabbed his wife and the guy that she was with, and then he hung himself out here, which is just like. Jó, ezt nem értettem, annyira dör mögött, hogy nem értettem konkrétan, hogy mit akart mondani. De itt úgy látom, hogy egy nő, vagy egy férfi alszik. Az egyik biztos, hogy egy férfi. Tízszeres gyorsításban láthatjuk, és alva jár. De mindegy, megállt a falnál. Vagy utolsó kiterül majd szerintem, hogy mi történik. Remélem, hogy kiderül, hogy ez mi, amit látunk. A lényeg, hogy tudni kell az alvajárókról, aki esetleg alvajárna, hogy lehet fejleszteni ezt a képességet, és a médiumok szoktak alvajárni. Ez egy olyan állapot, hogy transz. Ezt az állapotot transznak nevezzük, és a médiumoknál ez gyerekkorban, hogyha időben észrevehető, és gyerekként, aki sokat alvajárt, abból lehet médium. Hogyha megfelelően van fejlesztve, és... I was standing there for a total of 43 minutes and 28 seconds. Azt mondja, hogy 43 percen keresztül állt a falnál úgy, hogy reggel felkelt, és nem emlékezett semmire, és fogalma sincs róla, hogy mi történt este, hogy miért állt ott. És ebben az időben, amiközben ott állt a falnál, be volt kamerázva ugye a ház, és aktivitásokat észleltek a nappaliban, mozog a szék. Nézzétek a csávónak a fura mozdulatait, ilyen... Ez eléggé fura. Na, aktivitások vannak a nappaliban, mozog a hintaszék. Na, úgy érzem, hogy itt lesz valami, gyerekek, ez nekem nagyon fura itt eddig. Úgy iszom a szentelt vizet tényleg, mint hogyha fizetnének érte. Na, lényeget! Oké, láttam, mozog! Lényeget! Ez ugyanaz a videó? Igen, mert... Do you regret killing your wife? What the fuck was that, dude? At this point it sounded like a voice said didn't know, and I'm gonna replay it for you a couple times. You let me know what you think on beszélgetnek vele. Killing your wife. Megölted a feleségedet? Nem tudom. Killing your wife. Didn't know, didn't nem know. Tudom. That's, I heard no. I heard didn't know. Alright, valaki azt érti, hogy vagyis yes a jobboldali no, férfi azt érti, hogy you, azt mondta, hogy nem. Know. És most próbálják. Let's do it right there.
Most próbálják eldönteni, hogy mit mondott. És azt mondja, hogy most már ez nehezebb. Bocsánat, nem tudok mondani gyorsan fordítani, mint ahogy beszéli. Most már nehezebb eldönteniük, hogy mit mondott. Azt mondta, hogy házas, married, házas. Megkérik, hogy ismételd el is hangosabban. A következő 10 percben nem hallottak semmit. A Spirit Boxon keresztül. Most pedig az van, hogy felkeltek hajnalban, és hallanak valamit kintről. Ilyen sikításokat hallottátok? Sikításokat hallanak kintről. Nem tudják, hogy állat-e, vagy mi ez. No, I got the guns right here. I'm gonna get dressed. We'll go take a look with the flashlight. Azt mondták, hogy kimennek, sellemlámpákkal megnézik, hogy mi az. És amikor kinyitották a hálószoba ajtót, akkor elkezdték felvenni az egészet, és akkor meghökkentek. Mik ezek? Ezek a sikítások, ezek az... Az ajtó nyitva volt, amikor ők aludtak. Valaki kinyitotta az ajtót, miközben ők aludtak. Hello? Azt hiszik, hogy valaki van bent. Hogy valaki bejött. Na. I don't think I'm going back to sleep, to be honest with you. Nem tudnak már aludni. Ezért minden... És azt mondják, hogy nehéz kinyitni az ajtót. Nem olyan könnyű kinyitni az ajtót. Látjátok, hogy be van szorulva. So we already checked everywhere in here, we turn on mindent leellenőriztek, mindent felgyújtottak. Checked everything, nobody's inside here with us. És senki nincs bent. Már kicsit félnek, úgy látom a csávónak az arcán, hogy kicsit azért tényleg van szarva. I'm gonna spin the camera around and let's where's the big flashlight? Most keresnek egy lámpát. Egyébként ezt a hangot az utóbbi olyan videómban hasonló hangot hallottunk, amikor 10 rémisztő és szellemes videó, talán ez a videómnak a címe, abban hasonló ilyen hangok vannak. Hallottátok? Ezek ordítások, ezek ilyen fájdalomsikítások. És az a baj, hogy most egyébként én egyedül vagyok itthon. I don't want to be out here like not able to defend myself. Csak valami mozgott volna odakint. Abba hagyták a filmezést és elkezdtek összepakolni, mert nem szerettek volna többet ebben a házban tölteni. Ez ugyanaz a csávó? Valami ott volt a feje. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Csak a tükörben ne legyen semmi. Csak a tükörben ne legyen semmi. Ilyenkor mindig az van minden horrorfilmben, tudjátok, hogy belenéznek a tükörbe, és akkor valami áll a háta mögött. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Szerencsére nem nézett bele. Bismillahirrahmanirrahim. Imádkozik. Ez ugyanaz a csávó szerintem, mert ez ugyanazt a szöveget mondja, és ugyanúgy imádkozik. De az is lehet, hogy más, csak az araboknál van valami ilyen hobbi, hogy imádkozva járkálunk be olyan házakat, amit elhagytak. Mi volt ez a hang? Ugye gyerekek, kezdek nagyon félni. Valami történni fog, mint az előbb is. Annyira megijedtem. Ez...
úgy néz ki, mint Brazília egyébként, vagyis nekem ilyen brazil építési stílus. És ő dobta le? Valamit ledobott. Hú! Az imádkozás az folyamatosan, de úgy érzem, hogy nekem is mindjárt előjön egy ilyen imádkozási hajlamom. Most imádkozzunk a papokért. Vagy... ez karácsony. Szűz Mária oltalma, az tökéletes lesz. Gyerekek, épp a bőrös vagyok. De kár, hogy nem értem, hogy mit mondasz. Ó, oh, de megijedtem ettől a valamitől. Ó. Oh. Ez mi? Láb? Bezáródott magától, vagy valaki berúgta? Mert nem mindegy. Az magától záródik. Magától lehúzza a gravitáció, szerencsére. Meg jó, hogy létezik gravitáció. Most ő rúgta meg megint? Nem láttam. Igen, jó. Ő rúgta meg. Na hát tudod ki... sétál le egyedül egy elhagyatott ilyen épületben, ahol mozognak a dolgok. Már mondjuk én is szoktam. De ezt most ne vegyük fel. Ajaj. Mi az, hogy ilyen csótányok vannak benne? Ha! Jumma! Egy kéz volt! Bismillahirrahmanirrahim! Rögtön észrevettem a kezet. Bismillahirrahmanirrahim! Így kinyúlt a kéz! Bismillahirrahmanirrahim! Nekem még a könnyeim is szentelt vízből vannak. Csak mondom. Na ne. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu bi kalimatillahi at-tammat min sharri ma khalaq. Mi a fió? Bismillahirrahmanirrahim. Hát tudod ki imádkozna? Tudod ki imádkozna? Köddé válnék! Na nehogy nekem visszamenjél. Arra lefele. Bocsánat gyerekek, annyi vizet iszok, hogy... tehát vizet iszok, hogy... Hát miért kezdődött a videó, egy liter benne volt. Fél óra alatt megittem egy liter vizet. Nem azért, mert egész nap nem ittam, egyébként nálam ez minden napos. Tényleg úgy iszom a szentelt vizet, mint a fizetnének érte. Bismillah! Egyébként ez az Istent jelenti, hogyha jól tudom. Na ne! Megint lelövöd? Na ne! Most már próbálgatja, hogy megint lát-e majd valakit a hátam mögött. Remélem, nem lesz ott senki. Bismillah.
Na, mindjárt vége a videónak. Már mindjárt. Már bírjuk ki, már ne, hogy beugorjál nekem, ezt én kibírom. Jó. Vége van. 36 perces videó volt. Én megittam közben egy liter szentelt vizet. Valamit hallok kintről. Libavőr. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. A tisztelendő úr telefonszámát szerencsére nem kellett használnom. Hogy szeretnétek még tényleg ilyen videókat, akkor lájkoljátok nekem ezt a videót. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, tartsátok meg szokásaitokat, nézzetek továbbra is Paxel videókat. Puszi nektek kincseim és sziasztok. Én pedig most a papnak a telefonszámával így megfogom és kimegyek a WC-re, és hogyha valami gond van kint, akkor egy hívás is. Tisztelendő úr, jöjjön most. Szóval sziasztok!